A Tarsai Ifjúságért Egyesület főutcai termében Tóth Árpádné moderálásával mutatták be Fendrik Veronika a Tulipánfa tündére című új kötetét. A magyar-francia szakos pedagógus szerző ezúttal is egy különleges mesevilágba kalauzolja el az olvasót, meg annyi bensőséges pillanattal gazdagítva a gyermekeket. Tündérmesével készültem, igazából a saját gyermekeimnek írtam, de kinőtte magát a történet, illetve a könyv megjelenése hozta ezt el, mert két példányban ugye nem vállalja a nyomda a nyomtatást, és ezért muszáj volt egy minimális példányszámban megjelentetni, utána meg ugye nem akartam, hogy rajtam maradjon, és így indult el a könyvnek az önálló élete. Magnólia és Sziromherceg történetében a gonosz összecsap a jóval, s természetesen meg annyi kaland után győz a jó. A könyv képi világát is Veronika teremtette meg, a szereplőket pedig a családtagjairól mintázta. Igazából a karaktereket is a családomból vettem. Mindenkitől külön megkérdeztem, hogy hozzájárul-e, nehogy valaki később megbánja, de róluk formáztam az illusztrációkat is. Úgyhogy egyfajta, tehát egyféleképpen megörökítettem a saját családomat is. Úgyhogy ennek így utólag külön örülök. A hangulatos diskurzusban a könyvbarátok megismerhették a mese hátterét, a szerző motivációit, szó esett a szereplőkről, illetve a történet oktató jellegéről is, ami átszövi a hétköznapi ember mindennapjait.